Hazánkban 2001 óta emlékeznek meg minden év február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatairól. Az emléknapot a középfokú oktatási intézmények mellett városi és megyei szinten is megtartják. Utóbbira idén a megyei kormányhivatal szervezésében napkoron került sor. Két szóval tudnám összefoglalni, emlékezni és emlékeztetni. Én azt gondolom, ez egy olyan súlyos történelmi hagyománya, illetve öröksége korunknak, amelyről mindig emlékeznünk és emlékeztetnünk kell a fiatalokat. Tudniuk kell, hogy milyen borzalmak voltak ebben az országban, és a kormányhivatal elhivatott ennek érdekébe, hogy mindig fenntartsa azt a történelmi hűséget és hagyományt, amely alapján emlékezhetünk az áldozatokra, és felhívhatjuk a figyelmet erre a negatív, káros korszellemre. A főigazgató beszédében hozzátette, nem felejthetjük el a múlt borzalmait, még ha fáj sem. Mennyire kifordult az ember saját magából, és mennyire kifordították az embereket saját magukból. A megyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy fontos küldetése az utánunk következő generációknak, hogy a kommunizmuséhoz hasonló pusztítás még egyszer ne fordulhasson elő. Az a több mint 100 millió áldozat, akiről tudunk világszerte, hogy áldozatul esett a kommunista diktatúráknak, tehát akár meghaltak különböző haláltáborokban, kínzások, kivégzések következtében, viszont az áldozatok száma ettől sokkal nagyobb, hiszen rengeteg lélekben megnyomorított ember, rengeteg kirekesztett ember, rengeteg megbélyegzett ember szenvedte el a kommunista diktatúráknak a következményét, akik évekig, évtizedekig nem ismertek beszélni a saját közösségükben sem arról, hogy mi történt velük. A megyei megemlékezésnek immár negyedik alkalommal adott otthont a Kerekerdő turisztikai központ, melynek a Gulag Gufi emlékparkjában kedden a táborokba hurcolt magyarok emlékére állított emlékművet is megkoszorúzták. 2017-ben a Gulag emlékéve volt, és akkor ide került a Harangodi Erdeiskolához a Veritas által összeállított vándorkiállítás, mert Magyarország külhoni konzulátusain jelent meg, és ez egy vándorkiállítás volt, ahol bemutattuk a világnak a Magyarországról elhurcolt hadifoglyokat, illetve azokat, akiket munkatáborba vittek a Gulagra és a Gufira, és akkor ez ide felállításra került, és már most negyedszer emlékezünk meg az elhurcoltakról. Számunkra ez egy misszió, egy küldetés. Az emlékparkot évente közel 1000 diák látogatja, akik előadásokon keresztül információs táblák segítségével ismerhetik meg ezt a korszakot, amely Kelet-Közép-Európában mintegy 1 millió életet követelt. Országosan több százezer, megyénkből pedig közel 7000 embert szakítottak ki környezetéből és kényszerítettek munkatáborokba.